F. Petres Éva a múzeum egyik legendás alakja volt, régészként, muzeológusként, könyvtárosként tevékenykedett, s alkotott maradandót. Kutatási területe az őskoron belül a vaskor és a bronzkor volt. Fehérvár megyében Lovasberény Igar Fehérvár Csurgó területén folytatott ásatásokat, nevéhez fűződik a pákozdi kelta szentély feltárása. Állandó és időszaki kiállítások rendezője volt, a Gorziumi Napok szervezőjeként is dolgozott. A Magyar Régész Szövetség alapító tagja volt. Szakmai kitüntetések mellett az Alba Régia emlékérem birtokosa is volt. Székesfehérvár szellemi értékeinek gyarapítása érdekében végzett kiemelkedő szakmai munkássága elismeréseként Székesfehérvár díszpolgára díjat vehetett át 2013-ban, valamint Fehérvár megye díszpolgára címmel is elismerték munkásságát. F. Petres Éva évtizedekig volt a Székesfehérvári Szent István Király Múzeum igazgatóhelyettese és lelke, távozásával fájó űrt hagyott maga után. F. Petres Évától november 14-én kedden 10 órakor vesznek végső búcsút a Csutora temetőben.